Idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját a Hevesi Sándor Művelődési Központ. Az évfordulóra az intézmény munkatársai az elmúlt 4,5 évtized eseményeinek dokumentumaiból, plakátjaiból állítottak össze egy kiállítást. Péntek este volt a színház előcsarnokában a Közös nyelvünk a kultúra című válogatás megnyitója. Horváth Nigellen Cséredit tagintézményvezető elmondta, úgy állították össze a tárlatot, hogy a szűen tükrözze az elmúlt évtizedek változatos eseményeit és rendezvényeit. Próbáltunk, hogy talán minden évből egy-egy villantás, egy-egy programot, és törekedtünk arra, hogy bemutassuk, hogy milyen sokszínű programokat szervezett a Művelődési Központ a város lakosságának, és ilyen felvillanás jelleggel vannak kint plakátok, kiállítási meghívók, aztán koncert meghívók. A HSMK új épületét 45 évvel ezelőtt, 1976. november 6-án adták át. Pap Ferenc csak nem 25 évig volt az intézmény igazgatója. Mint fogalmazott, a Művelődési Központot mindig is egy dinamikus, kulturális lüktetés jellemezte és jellemzi a mai napig. Mindig a városba és a város környékben gondolkodtam, és a munkatársaim is, és úgy látom, hogy az utódaim is. Mert ennek az intézménynek mindig is feladata volt a szűkebben, de akár tágabban vett régió kulturális ellátásába való részvétel. 45 év hosszú idő, ennyi idő alatt sok minden változott a világban és benne hazánkban, valamint szűke patriarchánkban. Emlékeztetett köszöntő beszédében Gábris Jácint, az Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. Az intézmény értékmentő, norma közvetítő, hagyományából tevékenysége tükröződik a mai kiállítás hagyományban is. Az intézményben folyó változatos és színes tevékenység formák különbözőként beszélnek. Balogh László Nagykanizsa polgármestere a város kulturális székhelyének nevezte a Hevesi Sándor Művelődési Központot. Mindezt megerősíti a tény, hogy városunk híres szülötte Hevesi Sándor a Nemzeti Színház nagy alakja és vezetője nevét viseli, nomen est omen, és a név megjelöl, ahogy a mondás tartja. Vagyis ezen az ünnepi napon a színházi identitása felől köszöntöm a 45 éves intézmény kulisszák mögött és előtt dolgozó tagjait, kultúra szervezőit és rendezőjét. A megnyitó Nagykanizsa város vegyeskara is közreműködött, akik a kezdetek óta szerves részét képezik az intézménynek, ugyanis 1976 óta a HSMK épülete biztosítja a próbáik helyszínét.